Feleségemmel már 25 éve ismertük meg egymást, és egy kis virágboltban dolgoztunk nagyon sokáig együtt. Így a megtérésünknek a folyamata is párhuzamos nagyon sokáig. A megtérésünknek inkább az átélése volt, ami különbség volt, és az időpontban körülbelül egy 3 hónap eltérés. A kis virágüzletünk nem volt túl messze egy Híd Alapítvány nevezetű keresztény felekezetközi intézménytől, és oda kezdtünk el járni különböző kulturális eseményekre. De nem ez volt a fő cél. Először is sokat gondolkodtunk mi is többi más fiatalokkal párhuzamosan, hogy hagyjuk el az országot és dolgozunk külföldön, mert ott nekünk lehet, hogy sokkal jobb lesz. Részben azért is, mert gyakorlatilag becsődöltünk azzal a virágüzlettel, amit elkezdtünk annak idején, és egy úgymond ilyen szinte ingyenes angol nyelvű tanfolyamot hirdettek a Keresztény Kulturális Központban, ahol misszionáriusok önkéntesként angol tanítottak. Tehát az indíték, amiért elkezdtem én oda járni, az az angol nyelvtudás volt, hogy majd lépek az országból. És a végén pedig megtérve kerültem ki onnan. Ez egy hosszú történet, röviden megpróbálom én ezt összefoglalni. Tehát jártam először én angol nyelvű tanfolyamra, és aztán pedig invitáltak minket Isten tiszteletre is, ahol sok mindent hallottunk, és sok mindent tetszett számunkra. De akkor már, mivel említettem, hogy csődkezeli állapotban volt a vállalkozásunk, már nagyon sokat vádoltuk egymást Ágival, hogy miért nem megy az üzlet. És bármilyen negatív esemény történik az ember életében, akkor először szeretteit veszi elő, és nagyon megromlott a kapcsolatunk. Azt hozzá kell tennem, hogy akkor még nem voltunk házasok, de már 10 éve együtt éltünk. És odáig fajult a helyzet, hogy ez így folytatódik, és ha nem térünk meg, akkor viszont lehet, hogy az útjaink elváltak volna. Én a saját megtérésemről annyit tudok még mondani, nagyon röviden. Volt egy ige hirdetés, ahol a lelkipásztor, szinte egy misszionárius külföldi lelkipásztor mutatta meg nekünk, hogy itt van egy szék, üljél rá, és bízz benne. Úgy, ahogy ha ráülsz, akkor bízol benne, és megtart. És ez egyszerű emberi csinálmány, egy szék. Akkor miért nem hiszel Istenben, aki a mindenség teremtő ura, és ő meg tud téged tartani? És ezen nagyon elgondolkodtam, és nagyon megfogott akkor. És volt még egy esemény, amit Trinity Fórumnak hívtak, keresztény üzletemberek és vezetők beszélgettek egymással, erre engem meghívtak, és sok bizonyságtétel volt, és a bizonyságtételek hatására, az ige hirdetés hatására, és a Keresztény Kulturális Központban dolgozó, most már azóta barátaim hatására, ennek összességében tudtam megtérni. Nálam a megtérés az rendkívül ilyen érezhető fiziológiai esemény is volt. Teljesen le tudom írni azt, hogy 3 napig szinte a föld fölött lépkedtem, és nem történhetett sem olyan esemény, ami elrontotta volna a hangulatomat. Visszanyertem az életvidámságomat, mert a vállalkozás csődje miatt ugye teljesen magam alatt voltam én is, és a feleségem is. Én gyógyulást is éreztem. A sok stresszt és az ideg miatt nagyon rossz volt a gyomrom, és szerintem gyomorfekély közeli állapotban voltam. Akkor egy forróság érzése öntött el a megtérésem alatt, és gyakorlatilag egyik percre a másikra gyógyulást éreztem a gyomromban is. Tehát számomra nagyon erős fiziológiai hatásai is voltak, és természetesen a szellemi hatásai mai napig érződik az áldásaiban, az életünkön oly mértékben, hogy mi, ahogy említettem, 10 évig együtt éltünk, de nem voltunk házasok, és hirdettük, hogy majd összeházasodunk, ha majd jön a gyerek, és egyébként meg semmi jelentősége, csak papír. Na hát ezt most tudom mondani, meg hazudtolva magunkat, hogy miután megtértem és megtértünk, akkor azonnal éreztük, hogy az életünkben ez az egyik legfőbb bűn a sok közül, hogy nem voltunk összeházasodva, és úgy éltünk együtt. Úgyhogy az legelső időpont, ami volt az önkormányzatnál, az kitüzettettük, és az akkori lelkipásztorunk pedig Isten előtt is összeadott minket. Azóta, hála az Úrnak, boldog házasságban élünk. Vannak nehézségek azóta is, de sokkal könnyebben tudjuk ezt viselni. Nagyon sok mindenben az Úrra tudunk mutatni, mint ahogy már az házasságunk is továbbra is erős közöttünk.
mint ahogy a vállalkozás azóta új erőt kapott, és gyakorlatilag szinte piacvezetők vagyunk a szakmánkban, Debrecenben, mint ahogy megszületett a gyönyörű gyermekünk Mátyás, és három orvos is mondta, hogy nem lett gyermekünk csak lombikkal, és az én drága feleségem is kapott egy ígéretet a Bibliából, hogy már pedig lesz saját gyermekünk, mint ahogy azt én is megálmodtam, ő is megálmodta, és még testvérnők is megálmodták, 7 év után megszületett csodaként Mátyás. Tehát nagyon sok olyan pont van az életünkben, ahol folyamatosan az Úrra tudunk mutatni, és szinte nincs olyan reggel, nincs olyan nap, amikor hálát ne tudnék adni az Úrnak, mert nagyon megtanította a számunkra, hogy mindenünk, amink van, lehet ez egészség, anyagiak, gyermekáldás, és nem tudom most felsorolni, annyi minden, az igazából az Úrtól van. Ő adhat és vehet, oszthat és áldhat bennünket. Tényleg nagyon erősen megtanította nekünk, hogy amink van, az tőle van, és ő áldásai révén, és nincs neki lehetetlen. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni a megtéréssel kapcsolatban, hogy abban az időszakban az életünk egyik legnehezebb időszakát éltük át. A családi problémák, anyagi problémák, egzisztenciális problémák, azok eléggé megtörtek minket a mindenféle téren, és amikor megláttuk az alapítványnál dolgozó embereket, és láttuk, hogy ők is ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint mi, de mégis máshogy tudják ezt átvészelni, mégis derűsebben és olyan hittel és erősen tudnak ezeken a dolgokon átmenni, hogy kicsi meg is irigyeltük őket, és felkeltette az érdeklődésünket, úgyhogy ez volt az egyik ok, amiért az első Isten tiszteletre mi elmentünk, és hát onnantól kezdve ott is ragadtunk, mert minden hétvégénket ott töltöttük, minden vasárnapi Isten tiszteleten ott voltunk, és szép lassan megtanultunk Istenben bízni, megtanultuk az ő vezetését átvenni, és ez az időszak nekünk nagyon nagy tanulság volt, és nagyon nagy tanítás volt az, hogy lehetünk mi akármilyen okosak, vagy gondolhatjuk okosnak magunkat, ügyesnek, megtehetünk mindent, dolgozhatunk reggeltől estig, hogyha nincs a munkánkon Istennek áldása, akkor az semmit nem jelent. És azóta se lettek könnyebbek a dolgok, mert ugyanolyan problémák vannak, meg másfajta problémák, viszont az a hit és az az erő, amit mi Istentől kaptunk, hogy tudjuk, hogy ő látja minden nehézségünket, minden problémánkat, szenvedésünket, és ott áll mellettünk, és segít, és tudjuk, hogy ő meg fog majd szabadítani minket, az egy hatalmas nagy erőt és biztonságot ad az életünkben.